Sziasztok! A mai óránk témája a dicsőséges tavaszi hadjárat, és ez az utolsó előtti leckén, tehát lassan készüljetek, hogy jön a tézé ebből a fejezetből. Az előző órán ott hagytuk abba, hogy az új király Ferenc József lett, és 1848. decemberében nagy erejű támadást indított Magyarország ellen, és a magyar csapatok főparancsnoka pedig Görgei Artúr a visszavonulás mellett döntött, illetve az országgyűlés is átköltözött Debrecenbe. És a magyar honvédek Bem József vezetésével sikereket értek el Erdélyben. És nézzük akkor a szabadságharc folytatását. 1849. április elején kezdetét vette a magyar hadsereg ellentámadása, amit tavaszi hadjáratnak nevezünk. A sereg fővezérének Görgei Artúrt nevezték ki ismételten, és a magyar honvédek 1849. április 2-án 60-nál, április 4-én Tápióbicskénél, április 6-án pedig Isaszegnél is legyőzték a császári csapatokat. Az utóbbi volt a legjelentősebb siker, mert itt, mármint Isaszegnél mind a két fél, tehát a magyarok és a császáriak is a főerőit vetették be. A csata után a császári hadsereg Pest alá húzódott vissza, és ott készültek egy döntő megmérettetésre. A kudarcok hatására a császár a főparancsnok Windisch Grécet leváltotta. Az isaszegi győzelmet követően a magyar főerők a Duna bal partján nyomultak előre, Vácnál, majd Nagysallónál újra legyőzték a császári csapatokat. Ezt követően Komáromnál átkeltek a Dunán azzal a céllal, hogy elvágják a visszavonulás útját a császáriak elől, az ellenség azonban észbe kapott és gyorsan visszavonult Pozsony környékére. Budavárában azonban erős őrséget hagytak, mármint a császáriak. Dicsőséges tavaszi hadjárat sikerének csúcsát az jelentette, hogy 1849. március 21-én, 17 napos ostrom után a magyarok Budát is visszafoglalták. Ekkora már néhány vár kivételével Magyarország egész területe felszabadult. Az országgyűlés és a kormány is visszaköltözhetett a fővárosba. A tavaszi hadjárat első sikereinek tudatában 1849. április 14-én a debreceni református nagytemplomban tartott nyilvános ülésen Kossuth Lajos javaslatára kimondták a Habsburg ház trónfosztását és Magyarország függetlenségét. Ettől azt is remélték, hogy az európai országok végre elismerik Magyarországot, mint önálló államot, és Kossuth Lajost ideiglenes kormányzó elnökké választották, aki államfőként az országgyűlésnek tartozott felelősséggel. A függetlenség kikiáltása pedig kizárta a békés megegyezés lehetőségét a bécsi udvarral.